Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV Vivonatúra kedves nézőit itt Magyarországon és a világban mindenütt, mert hogy az interneten nézhető VNTV-t lassan már 63 országban nézik, illetve a többiekről még egyelőre nincsen tudásunk, és mai adássorozatunk címe Huszárvágás, ami a magyarságról és a magyarság őstörténetéről szól. Nagyon szeretettel köszöntöm Patrubány Miklós urat, a Magyarok Világszövetségének elnökét. Jó napot kívánok! Már hosszú idő óta elnök úr ennek a szövetség. Valóban. Nem tegnap óta, a 18. esztendeje. Mi az az erő, amit az ember úgy mindig tudja motiválni, hogy vigye tovább, amikor a rengeteg olyan nagy sikerről azért nem számolhatunk be az elmúlt 18 évben, hogy Én székely ember vagyok. Uh-huh. Székelyek számára nem az egyén a fontos, nem az egyénnel kezdődik az élet, hanem a köz. Második sorban van a köz, harmadik sorban van a köz, utána következik a család, és ki tudja, milyen más egyéni érdek. A magyarság állapotát ismerve nem lehet nem szolgálni. A Magyarok Világszövetsége szolgálatként élem meg, és hát ezért ez tartott ezen a pályán eddig. Hát ha már a székhelységről beszélünk, én is a környékről származom, tudom, hogy Nagyváradon édesapám az nem Erdély még, ezt mindig... Nem, az Párcium volt. De azért... De Erdély kapuja. Erdély kapuja. Tehát én a kapuból jöttem, tehát nekem is azért van valami kötelezettségem ebbe az irányba, és hogyha a székesi nem lett volna, ez az ország, vagy ez a magyarság nem sokszor elbukott volna, és nem akarunk a történelembe bele menni. Tehát, hogy amikor önfeláldozásról volt szó, a hazavédelméről, akkor mindig a székelyek voltak a legerősebb védő ennek a hazának. Ha a legutóbbi időszakra, második világháború beszélünk, vagy csak a oszmánok elleni háborúink, de nem ezért vagyunk most itt, ugye? 100 év eltelt abból a borzasztó időszakban, amit Trianon szégyenének él meg ez az ország, és igenis itt az ideje, és itt a lehetősége, és inkább ezt a szót emelném ki, hogy a magyarság felismerve ősi történelmét, ősi erejét megmutassa, hogy igenis Trianon az nem elfogadható a számunkra, és ugye igazából ez a szöveg nem is az én szövegem lenne, hanem minden magyar szájából ezt szeretnénk hallani, és ennek volt egy fantasztikus beszéde Sopronba, és mondjuk el az aktualitását, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy Trianon az két lépcsős volt, hogy volt ennek egy előző szakasza is, ami egy kicsivel korábban volt, mint a Trianon békeszerződés. Hát én köszönöm a lehetőséget, hogy egy év után ismét szólhatok a VNTV nézőihez, hiszen mielőtt a Trianon elleni aláírásgyűjtést elindítottuk volna, Nemzeti Konzultáció Trianonról címmel, azelőtt az önök jó voltából Drávik Jánossal itt beszélgethettünk, és szándékainkat ismertethettük. Nos, időközben túljutottunk az első 200 ezer aláíráson, ami egy meghatározó mérföldkő ebben a folyamatban, de az idő is eltelt, és túljutottunk szeptember 10-én, márpedig 1919. szeptember 10-e, az egy sarkalatos dátum a magyarság életében, pontosabban országunk és hazánk szétszedésében, mert a trianoni békeparancsot 9 hónappal megelőzően, ugyancsak Párizs környékén, de nem Versailles-ban, hanem Saint-Germain-ben kötötték meg Ausztriával a békét a győztes hatalmak, ezért hívjuk őt Saint-Germain-i békének, ez 19. szeptember 10-én történt, és attól válik különösen jelentőssé, hogy itt Ausztria javára elcsatolják Nyugat-Magyarországnak egy igen jelentős határsávját, 4 megyényi területéből csípnek le, Pozsony, Moson, Sopron és Vas megyéből, mint egy 4000 négyzetkilométer, ami bizony nem kevés, hiszen ha csak úgy szemléltetni akarnánk, akkor egy 20 km és 200 széles és 200 km hosszú sáv, ami egy egész vármegyényi területet tesz ki magyar fogalmakkal, történelmi fogalmakkal élve. Na most különösen alantas dolog volt ez, hiszen nem valamely győztes hatalom követelt és kapott területeket Magyarországtól, hanem az az ország,
amelyik minket ebbe a háborúba belesodort, mert Tisza István miniszterelnök nyugodjék haló poraiban, most egy meggyilkoltatásának 100 éve múltán, ő megvétózta a világháborúba való belépését Magyarországnak az osztrák-magyar koronatanácsban, de mégis belekényszerítették, úgyhogy mikor másodjára szavaztak erről 2 héttel később, akkor kénytelen volt feladni az álláspontját. A lényeg az, hogy Ausztria sodort minket ebbe a háborúba, és ez az Ausztria, még ez is ezek után, amelyikkel államszövetségben vagyunk, nincs Magyarországnak önálló hadserege, tehát még ez az ausztriai területeket követel és kapjon Magyarországtól egy olyan béketárgyaláson, amelyikre Magyarországot meg sem hívták, szóval ez felfoghatatlan és megengedhetetlen. Ha nincs az az elemi felháborodás, amit az akkor élő magyarság e fölött érzett, és ami odavitte Nyugat-Magyarországra az ország, a maradék ország és az elcsatolt területek minden részéről, mert 21-ben vagyunk már, ugye, tehát Trianonban, illetve 19-ben megtörtént az elcsatolás, a trianoni békében még megerősítették ezt az elcsatolást, és ettől tört ki az a felháborodás, amit nyugat-magyarországi felkelésnek nevezünk, hogy az ország minden részéről odasereg lettek a harcra képes és harcolni akaró magyarok, és fegyvert ragadtak és megvédték, nem engedték meg, hogy az osztrák karhatalom elfoglalja a neki ítélt területeket. Sőt, fényesen legyőzték, olyannyira, hogy a második ágfalvi csata után az osztrák fél teljesen takarodót fújt, lemondott mindenféle katonai intervencióról, és hozzájárult ahhoz, hogy hát akkor jó Sopronról és környékéről legyen népszavazás. Ha nincs ez a felkelés, akkor nincs a Sopron, nincs az 1921. decemberi népszavazás, és Sopron is ma Ausztriához tartozik, és az a 8 falu is, amelyik a soproni népszavazás következtében végül Magyarország nem maradt. Szóval, miután eltelt ez a 99 esztendő idén, és a 100. évig már kevesebb van hátra, mint 12 hónap, mindössze 10 hónap. Magyarországnak, ha nem akarja ezt az elveszített területét örökre elbirtokolva tudni Ausztria javára, akkor ez ellen fel kell szólni. Van egy nemzetközi jog, ugye ismerik az elbirtoklás jogát Magyarországon is, hogyha bemegyek valahova, használom a földjét, 25 évig nem szól hozzám, 15-ről most felemelték, akkor utána bejegyzik, hogy ez a nemzetközi jogban, az államközi jogban ez 100 év és területekre vonatkozik. Tehát ugye 19. szeptember 10-től 2019. szeptember 10-ig eltelik a 100 év, tehát az előtt még Magyarországnak fel kéne ezzel ellen szólalnia. Ez szolgálta a soproni nagygyűlésünk, hát Magyarország az államközi kapcsolataiban be hát kéne jelentse. Magyarországnak, tehát magyar kormánynak. Igen, be kell jelenteni, Ausztriával szemben a területi igény. Az a 200 ezer aláírás, ami eddig Trianon ellen összegyűlt, ez elegendő támogatás ahhoz, hogy ezt a lépést meglépje Magyarország. És ahogy a soproni beszéd, nem akarom elbeszélni teljesen a soproni beszédemet, de nem háborús gesztusként kell ezt felfogni, hanem a Helsinki folyamat részeként, amelyik Ausztria által is aláírtan elismeri a határmódosítások lehetőségét békés eszközökkel. Igen, az ősi magyar terület volt a Lajtáig, semmi nem indokolja, semmilyen jogalapja nincs az elcsatolásának, arra, amíg magyar él, igényt kell tartani. Pont. És akkor most nagy tisztelettel megnézzük közösen az ön soproni beszédét, amiről egyébként már sokat hallottam, de még jó magam se láttam. Én egy kicsit még egy következő adásban kitárgyalnám önnel azt, hogy ez az aláírásgyűjtés jó lenne, hogyha nem 200 ezernél állna meg, hanem legalább az 1 millió aláírást összegyűjtenénk, mert akinek fáj Trianon, az magyar. Ez az ön korábbi mondása volt, és innen folytatnánk egy következő adásban. És most közösen igen, kedves nézőnkkel. Úgy legyen. Köszönöm a lehetőséget. Trianont meg kell szüntetni. Trianon nem csak a magyarság életének, a kulcsa, Trianon az emberiség létének a kulcsa. Sorstársaim,
Magyar testvérek! Azért vagyunk ma Sopronban, hogy megemlékezzünk arról, hogy 97 évvel ezelőtt az akkor több mint 60%-ban németek lakta Sopron, egy népszavazással visszaküzdötte magát az ugyancsak német ajkú Ausztriától való elcsatoltságából vissza Magyarországhoz, a Szent Korona országához. És azért vagyunk ma itt, a legnagyobb magyar nevét viselő téren, a Széchenyi palota előtt, hogy emlékeztessünk arra, hogy a legnagyobb magyar is az osztrák kamarilla áldozatává vált. És azért jöttünk pontosan most, ezen a napon ide, hogy emlékeztessünk arra a 99 évvel ezelőtti gyalázatra, amikor a Párizs melletti Saint-Germain-i békével elcsatolták Nyugat-Magyarország jelentős részét, és oda ajándékozták Ausztriának, annak az Ausztriának, amellyel akkor még csak hadi állapotban sem voltunk. De azért is választottuk ezt a napot, mert holnap lesz 414. esztendeje annak, hogy kirobbant a győztes Bocska István vezette szabadságharc, amellyel leráztuk az akkor is ránk terpeszkedni próbáló bécsi igánt. És végül azért választottuk ezt a napot, mert esztendeje telik annak, hogy elindítottuk a Trianon társasággal közösen a nemzeti konzultáció Trianonról, amelyről mind Rábik János, mind Bottyán Zoltán szólt már az előbbiekben, és amellyel vissza akarjuk szerezni régi önmagunkat, nemzetünk régi önmagát és országát. És nem utolsó sorban azért vagyunk itt, hogy ennek a Nyugat-Magyarországot ért gyalázatnak elmúlását ne nézzük tétlenül, és felemeljük szavunkat Nyugat-Magyarország elcsatolása ellen. Sorstársaim, kedves magyarok! Amikor 1999. szeptember 10-én Saint-Germainben a győztes hatalmak úgy döntöttek, hogy elcsatolják Nyugat-Magyarországot és megajándékozzák vele Ausztriát, akkor egy 300 éves európai hagyományt tiportak lábbal, hiszen 1648 óta, a Westfáliai béke óta, amely véget vetett a 30 éves háborúnak, azóta az európai államközi életnek parancs erejű szabálya volt, hogy egy béketárgyalásra meg kell hívni a legyőzött felet is. De legyőzött fél volt-e 1919-ben Magyarország? Sehol nem volt idegen katona a történelmi Magyarország területén, amikor november 3-án 18-ban a pádovai békét meghirdett, pádovai fegyverszünetet meghirdették, és aláírták. És győztes hatalom volt-e Ausztria, hogy a területet csatolhasson el Magyarországtól? Ausztria, amelyik nemhogy győztes hatalom nem volt, nemhogy hadban állott volna Magyarországgal, hanem éppenséggel államközösségben volt Magyarországgal. Hogyan lehetett mégis, hogyan történhetett mégis ez a gyalázat, kedves testvéreim? Nem volt az első világháborút lezáró béke folyamatnak ennél alantasabb része, mint hogy az az állam, amelyik minket belesodort ebbe a háborúba, még az is területeket csatoljon el Magyarországtól.
hiszen emlékezzünk csak. Tisza István, magyar miniszterelnök, amikor Bécsben a koronatanács arról tanácskozott, hogy háborút kell indítani a trónörökös meggyilkolása miatt Szerbia ellen, Tisza István vétót emelt e határozati javaslat ellen, és meghiúsította azt. Ezek után hatalmas nyomást gyakoroltak rá, és a két hét múlva megismételt koronatanácson is csak azzal a feltétellel adta áldását a háború indítására, amit mindenki követelt rajta kívül a koronatanácsban, hogy a hadüzenettel egyidejűleg levél is születik a szerb kormány felé, amelyikben kijelentik, hogy egy győztes háború esetén sem lesz a monarchiának területi követelése Szerbiával szemben. Ez volt a magyar álláspont. Joggal mondhatjuk tehát ma, és mondhattuk eddig is, és ezután is, hogy Ausztria sodort minket az első világháborúba, amelyiknek eredményeként máig tartóan felszabdalták hazánkat és nemzetünket. Van tehát, amit követelnünk, és hogy nem elég, hogy ezt tette velünk a szomszédos ország, hanem még területeket is követelt Magyarországnak, Magyarországtól. Hát ez a pofátlanságnak a netovábbja. Ez ellen, amíg magyar él a földön, tiltakoznia kell, hiszen ez a becstelenségnek a netovábbja. Ausztria sohasem szabadott volna, még hogyha a nagyhatalmak rájuk tukmálták volna is. Még hogyha az is lett volna a mögöttes szándék, hogy megakadályozzunk egy észak-déli teljes szláv gyűrűt Magyarország körül, akkor is Ausztria azt kellett volna mondja, hogy nem kérjük, köszönjük szépen. Ez az állam velünk háborús szövetséges volt. Ez az állam feláldozta 500 ezer fiatalját nem Magyarország védelmére, hanem a galíciai front védelmére és az olasz front védelmére, amit az osztrák monarchia érdekeit védte és határait védte, nem a történelmi Magyarország határait. Eközben magyarból nem jutott Erdély védelmére sem Felvidék, sem Délvidék védelmére katona, hiszen ott véreztette el 5-600 ezer fiatalját a nemzetünk az osztrák birodalmi határok védelmét. Kedves testvéreim, bizony emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, hogy az az Ausztria csatolt el tőlünk területeket, amelyek voltak éppen állami létét is nekünk magyaroknak köszönheti, hiszen gondoljunk csak vissza a történelembe, hogy 1278-ban a Morva-mezei csatában ütközik az akkor hatalmas cseh király Otokár 30 ezres seregével felvonulva Habsburg Rudolf ellen, akinek volt 2000 katonája. Annyi esélye nem volt Habsburg Rudolfnak, a későbbi osztrák állam megalapítójának, mint egérnek a tarló tűzben. De segítségére sietett a magyar király, IV. László, vagy Kun László, a maga 20 000-es hadseregével, és legyőzték a hatalmas Otokárt, aki maga is elesett ebben a csatában. Németül mondom a németül értőknek, hogy félre ne értsenek, Dürnkrut, Morva mezejét Dürnkrutnak hívják őt, ebben a csatában, ebben a győztes csatában, amelyet Kun László 20 000-es serege szerzett a cseh Otokár fölött, ezzel jött létre az osztrák állam. És ez az Ausztria követel tőlünk területeket, amely még alkotmánnyal sem rendelkezett. 1867-ben a kiegyezéssel születik meg Ausztriának az első alkotmánya. És ez az Ausztria csatol el Magyarországtól területeket, attól az országtól, melyiknek már 1222-ben alkotmánya volt az Aranybullában.
és amelyik ezzel Európa első, egyik első jogállamává vált. Nem akármilyen jogállam volt ám a Magyar Királyság. A törvény ereje olyan volt, hogy azelőtt a királynak is meg kellett hajolnia. Mint ahogy megtapasztalhatta ezt Zsigmond király, a későbbi német-római császár, aki megszegte Magyarország törvényeit, és ezért egy évig börtönbe ült királyként Magyarországon. Nos, hát ez az Ausztria, amelyik Habsburg királyok, császárok önkény uralmával és rendeleti kormányzásával töltötte életét, végül a kiegyezéssel arra kényszerül, hogy ő maga is alkotmányt szerezzen, és alkotmányt fogadjon el magának. Ez az Ausztria csatol el területeket Magyarországtól. Nem fegyverrel szerzett területekről van szó, hanem ajándékként, kimesterkélt mindenféle diplomáciai háttérhúzással, összesugással, egy ezer sebből vérző országgal szemben, amelyik éppen román katonai megszállás alatt volt akkor. Attól elcsenték és ellopták Nyugat-Magyarország területét. Nem dicsőség, kedves testvéreim. Mit is kell tennünk ebben a helyzetben, amikor szeptember 10-én ütött a 99. óra? Hiszen van a nemzetközi jognak egy olyan szabálya, amit úgy hívnak, hogy területelbirtoklás. És az államközi jogban úgy vagyunk ezzel, hogyha egy állam egy területet 100 évig háborítatlanul birtokol, akkor azt jogszerűen elbirtokolja. Mint ahogy a polgári életben is létezik az elbirtoklás fogalma, csak nem ilyen hosszúra időre szabottan. A polgári életben is, hogyha egy házat 15-20 évig birtokolsz, anélkül, hogy bárki igényt jelentene be erre a házra, elbirtokolhatod, és a tied lesz a tulajdonjoga. Az államközi jogban ez történik a területekkel. Ha tehát Magyarország kormánya egy éven belül, azaz 2019. szeptember 10-e előtt, nem jelenti be, hogy igényt tart a történelmi magyar területekre, akkor azokat ez az Ausztria, amelyik ilyen körülmények között jutott Nyugat-Magyarország birtokába, jogszerűen elbirtokolja azokat a területeket. Mit tehetünk tehát most, kedves testvéreim? Mi más tehetünk? Gondoljunk csak azokra a településekre, amelyeknek a nevét itt látjuk fehér alapon, feketével, emeljétek magasra és forgassátok meg. Horváth Lövő, Kisnarda és Nagynarda, Alsó Csatár, Felső Csatár, Magyar Keresztes és Német Keresztes, Olmod, Pornóapáti és Szentpéterfa. Ezek a települések a Pinka völgyében vannak, ma Vas megyéhez tartoznak. Ezek 1923-ban visszaküzdötték magukat a hazához. Hát tűrhetjük és nézhetjük tétlenül, hogy a többi terület, kezdve Kismartontól Nagymartonon át, a fekete alapon látható Alsópulya, Felsőpulya, Alsóőr és Felsőőr, és a többi, elegészen Kiskolozsvárig. Kedves testvéreim, én Kolozsváron élek. Kiskolozsvár, hányan tudjátok, hogy itt van az elcsatolt ausztriai részen? Emelje fel a kezét az, aki mostanig tudta, hogy Kiskolozsvár ott van az elcsatolt ausztriai Nyugat-Magyarország részén. Emelje fel a kezét, hogy lássam. Látjátok, kedves testvéreim, mik vagyunk. Nos tehát, nem tehetünk mást, mint hogy innen erről a helyről felszólítsuk Magyarország kormányát, hogy tegye kötelességét, és még az egy év letelte előtt, tehát még 2019. szeptember 10-e előtt nyújtsa be az igényét, és jelentse be az igényét Nyugat-Magyarország elcsatolt területeire. Egyet értetek ezzel? Igen! Egyet értetek ezzel? Igen!
harmadszor is egyetértetek ezzel? Úgy legyen. Tehát, kedves testvéreim, ezt üzenjük Magyarország kormányának erről a szent helyről, a hűségzászlótól, onnan, ahol eleink már megküzdöttek ezzel a területért, vérüket ontották azért, hogy az elcsatolt Sopron is visszatérhessen Magyarországért. Mert Sopron is el volt csatolva, kedves testvéreim. És hogyha nem lett volna a prónaiék féle felkelés, amelyikről Bottyán Zoltán elnök helyettes úr beszélt, akkor Sopron ma Ausztria lenne. És nehogy azt higgyétek, hogy Ausztria lemondott Sopronról és környékéről. Már 1921-ben alkotmányába emelte, hogy az frissen szerzett terület, amit Burgenlandnak kereszteltek el, hogy annak a fővárosa Sopron. Osztrák alkotmányban szerepelt már 1921-ben Sopron, mint a frissen szerzett Burgenland fővárosa. De mi az, hogy Burgenland, kedves testvéreim? Hát ez a szó sem létezett 1921 előtt. Nem létezett ilyen német szó, az osztrák nyelvhasználatban egy területet megjelölni, hogy Burgenland. Amikor ezt a nyugat-magyarországi sávot elcsatolták, akkor 4 magyar vármegyéből csatoltak el részeket, és abból jött létre ez az elcsatolt sáv, ezért az osztrák testvérek Fürburgenlandnak nevezték el. Mert hát, hogy 4 megyéből állt össze, 4 megyéből leszabdalt részekből állt össze ez a terület. Aztán rájöttek, hogy ez a Fürburgenland, ez árulkodó, mert valaki megkérdezi, hogy mi az a Für, mi az a 4, és akkor el kell mondani, hogy ezeket, hát azért, mert 4 magyar vármegyének részeit képezték, és akkor elhagyták nagy bölcsességgel a Für, és maradt a Burgenland. Így szereztek ők területet Magyarországon. És mi következett ezután, kedves testvéreim? Miközben 1919-ben a többi államot, amelyik Magyarországtól hatalmas területeket kapott majd a trianoni békével, arra kötelezték, hogy a felségük alá kerülő magyar alattvalókkal azért így-úgy kíméletesen bánjanak, elemi emberi jogaikat szavatolják, ne tekintsék őket állatoknak, ne legyenek szabad préda az elcsatolt és alávalóvá, alattvalóvá tett magyarok. A közben Ausztria ez alól is mentesült, hiszen ő pontosan ebben az időben szerezte meg Nyugat-Magyarországot. És ami aztán következett, az még rémálomba illő, azon a szerbek és a románok se tettek túl, azon a nemzetpusztításon, amit az átkerült magyarokkal elvégeztek. Úgyhogy ott ma Ausztriában nincsenek magyarok. Ott ma legfönnebb magyarul beszélő osztrákok vannak, de ez minket nem hátráltathat. És minket ez nem akadályozhat az igazság kimondásában. Mert azt a területet jogtalanul szerezte Ausztria, és jogtalanul birtokolja. Hiába mondja, hogy eltelt annyi év. Hiába mondja már, hogy már itt nincsenek is magyarok. Lehet, hogy elüldözték őket. Lehet, hogy beolvasztották őket. De akkor is jogtalanság, ami történt, és ősi tudásunk szerint való, hogy jogtalanság jogot nem alapít. Igaz, Göbel úr? Hogy legyen? Tehát jogtalanság jogot nem alapít, és hogyha 99 éve birtokolják is, s ha elüldöztek vagy beolvasztottak minden magyart is, akkor sincs joguk, és jussuk hozzá. Egyet értünk? Igen. Úgy legyen. Kedves magyar testvérek, természetesen lehet, hogy azért vagyunk csak csupán pár százan, és nem vagyunk pár ezren, mert sokan félnek. Féltik az állásukat, hát ott dolgoznak Ausztriába, ott keresik a kenyerüket. Mások attól félnek, hogy ismét Ausztria lesz Sopron. Kell ettől félni? Nem, rosszul tudjátok. Kell. Mert a második világháború után is Ausztria azon mesterkedett, 1945 és 47 között,
az egész osztrák diplomácia azon mesterkedett, hogy szerezzék meg a második világháború után Sopront és környékét. El is szólta magát Karl Renner, osztrák államfő, 1946-ban adott egy interjút a szovjet TASZ nevű hírügynökségnek. Nem gondolta, hogy az olyan úgy visszagyűrűzik, hogy még 2018-ban is szóvá teszi a Magyarok Világszövetsége itt Sopronban. Azt mondta szendén a TASZ-nak Karl Renner, hogy hát mi itt a világháború végén, mi megelégednénk a Saint-Germain-i békével, amelyik Sopront Ausztriának adta. Ugye? De azt mondták ám, hogy nem, ez csak halk diplomáciai lépésekkel legyenek nyomást gyakorolni a kormányokra, semmit hivatalos álláspontként ki nem mondani. Népi mozgalmat kell létrehozni, népi mozgalmat Ausztriában Sopron visszaszerzésére. És nem sok híja volt, kedves testvéreim. És hogyha ezt az étvágyát a szomszédos államnak nézzük, hogy nem elég, hogy ajándékba kapta az első világháború eredményeként, amit ő robbantott ki Nyugat-Magyarországot, még a második világháborús világégést is arra használta volna ki, hogy azért ezt a kis részt, ami népszabadással visszatért, ezt elcsatolja magának ismét, vagy végérvényesen. És ki tudja, hogy a következő világhelyzetben mire szánná el magát, kedves testvér? Nem. Nem. Nekünk ki kell mondanunk, hogy nem. De természetesen nyomatékkal oda kell tennünk, hogy nem is, nem háborúval akarjuk ezt megszerezni. Nyomatékkal mondom, nem háborúval akarjuk megszerezni. Nem akarjuk a magyarok és az osztrákok viszonyát megrontani. Nem. Én személy szerint egy germanofil ember vagyok. Hiszen egész életemben úgy éltem, hogy olyan városban éltem, Erdélyben cseperedtem fel, ahol nem volt magyar iskola, tehát német iskolába jártam világ életemben. Tehát elég német hajkú és német barátom van. De ami disznóság, az akkor is disznóság marad, és ami igazságtalan, az akkor is igazságtalanság marad. Márpedig Ausztria és Magyarország egyaránt részese a Helsinki folyamatnak. A Helsinki záróokmány, amit 1975-ben Európa minden állama, valamint a Szovjetunió, Amerikai Egyesült Államok és Kanada is aláírt, ez kimondja, hogy lehet határokat békésen módosítani. Lehet határokat békésen módosítani. Nem csak Csehszlovákiában, nem csak a csehek és a szlovákok változtathatták meg a határukat. Nem csak a németek választották meg a határukat és egyesülhettek. Nem csak Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Korcovó, Macedónia és Crna-Gora jöhetett létre, hanem éppenséggel a magyar határt is lehet módosítani. Éppen azért az önök felhívásával együtt, felhívással fordulunk a magyar kormányhoz, hogy kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat Ausztriával, Nyugat-Magyarország sorsáról. Úgy legyen? Isten minket úgy segéljen. Köszönöm szépen. Ameddig a műsorzárók mikrofonhoz lépnek, addig bocsássatok meg nekem, elég régi szónok vagyok, de ez a hirtelen jött Veszprém Trianon engem is magával ragadott, és az utolsó gondolatomat nem mondtam el, úgyhogy elmondom most azért. A tisztesség és a méltányosság olyan magyar értékek, amelyektől történelmi időkben végképp nem lehet eltekintenünk. Magyarországnak nem jutott elegendő ideje és érkezése a 20. századi tragédiái és a kommunizmus évtizedei miatt arra, hogy kellőképpen méltányolja a pinkavölgyi falvak önálló harcát és visszatérését a hazához, hogy önerőből visszaverekedték német falvak létükre, horvát falvak létükre magukat Magyarországhoz. Ezért erről a helyről a Magyarok Világszövetsége és az önök nevében, ha egyet értenek vele,
kezdeményezzük, hogy ne csak a Civitas vagy a Communitas Fidelissima díjat és címet ítéljék oda ezeknek a falvaknak, ami csak egy plecsni és egy papír, hanem méltányolják a visszatérésüket azzal, hogy Magyarország országgyűlése törvényt hoz, és 100 évig adómentességet szavatol ezeknek a falvaknak, amelyek visszaküzdötték Magyarországot. Hasonlóképpen 100 évig adómentességet Sopronnak és azoknak a falvaknak, amelyek népszavazáson a visszatérés mellett szavaztak. Egyet értenek? De azoknak a falvaknak is a Sopron környezetében, amelyek a visszatérés ellen szavaztak, hiszen a 7 faluból, vagy a 8 faluból 5-ben úgy szavaztak, hogy azért elszakadnának. De végül is tudomásul vették a többség akaratát, és azóta is Magyarország hűséges polgárai. Ezeknek a falvaknak, amelyek a soproni népszavazáson az elszakadás mellett szavaztak, nekik is jusson 50 évnyi adómentesség, kedves testvéreim. És hogyha Magyarország, a országgyűlése meghallgat minket, és ezek a törvények megszületnek, akkor itt adóparadicsom lesz, és új világ születik itt Nyugat-Magyarországon. Erre jöttünk mi össze, máma. Trianont meg kell szüntetni. Trianon nem csak a magyarság életének a kulcsa, Trianon az emberiség létének a kulcsa.